Sziasztok! Ez az év utolsó videója tőlünk, a tavalyihoz hasonlóan egy készüljetek el velünk szilveszterre sminkes és outfites videó lesz, ami közben igazából megbeszéljük, hogy mi történt velünk idén, mi gondolunk az elmúlt évről, milyen változások mentek végbe, meg bármi, amit eszünkbe jut. Igen, meg a jövőről, mint a terveink. Igen, szóval ez egy ilyen beszélgetés videó lesz, de... Igen. Értelemszerűen amúgy nem most készülünk el szilveszterre. Igen, most csak azt mondjuk, hogy például milyen sminket készítenénk el, hogy milyen ruhában lennénk. Igen. Vagy inspiráljuk egy kicsit titeket. Így van. Akkor kezdjük. Jó. Az arcbőröm egy kicsit megsínlette a karácsonyi zabálás. Zabálás, azért néz ki most így. De kezdjük is. Amúgy ezt a krémet én az Annától kaptam. Szülinapomra. Uh-huh. Egy MAC-es stroke krém. Aztán. És nem tudom, hogy kell ejteni egyébként. De nagyon durva most ezt nézem meg, mert felkenem is, és ilyen fényes lesz tőle az arcom, de hogy ilyen sugárzó. Igen, nagyon szerintem. A termékeket lehet untassunk senkit. Úgyhogy akkor a leírásban megtalálhatjátok, hogy igen, hogy miket használunk. És akkor beszélgessünk, Jézusom! Ja. Durva amúgy, mintha csak pár hónapja lett volna ez a videó. Konkrétan emlékszem mindenre, hogy aznap mit csináltunk, hogy hogyan vettük fel. Akkor még... Aznap volt a kis karácsonyozásunk aztán este. Igen. Barátainkkal. Igen. Nagyon durva, hogy már ez volt. És most már holnap lesz, úgyhogy majdnem. Úgyhogy majdnem. Majdnem, hogy ez lesz. Igen. És abban még nem is tudtad, hogy mit akarsz majd csinálni az egyetemben. Emlékszem, hogy nagyon rá voltam veszve. Igen, és mikor visszanéztem azt a videót, annyira olyan volt, hogy így úristen, így oda sem figyeltem. Nem az, hogy oda sem figyeltem, csak annyira így úgy voltam vele, hogy ez egy szar téma, nem akarok erről beszélni, mi volt az évemben, mert nincsenek terveim, nincs semmi. És nagyon ki voltam. De ez megváltozott szerencsére. Miközben jöttünk ide fel, Nilával, akkor mondom, hogy annyira hálás vagyok éppen azokért a dolgokért, amik az életemben vannak, mert így nem azt mondom, hogy mindenem megvan, de hogy minden, ami kell a boldogságomhoz, az megvan. Most jól állunk. Úgy értem, hogy életem. Igen, tehát hogy jó emberek között vagyok, egészséges vagyok, jó hobbim van, jó munkám van, jó sulival járok, szóval hogy így ilyenek, és ezért én azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó év volt. Nem vagyok én, meg vagyok elégedve 2017-tel. Azért nem várom 2018-at, mert nem tetszik a 18 is, nem? Ó, Isten, nekem nagyon, nekem amúgy pont fordítva. Köszönöm, hogy ezt már beszéltük. Igen. Vagy nekem a páratlan számot tetszik. Aha, na én meg, viszont én meg pont azt, hogy jó év volt, amúgy ez az év, de volt már jobb évem, sokkal szerintem. Vannak ugye azonos témáink, például a videózás terén, ez a legsikeresebb évünk, ez tény is való. Az egyetem az olyan, hogy igazából ugyanolyan, mint tavaly volt, így el vagyok rajta, csinálgatom, tehát tanulok rendesen, meg minden. Inkább magamban változtam nagyon sokat az év során, és nagyon hullámvölgyök voltak, ugye, mert milliószor volt ez egy nagyon pozitív hónapom volt, aztán valami nagyon rossz. Viszont szeretném, hogyha 2018-ra összekapnám magamat úgy így lélekben, hogy csak fent legyek. Jó, nyilván az lehetetlen, de több legyen a fent, mint a lent, úgymond. Én is tudom, hogy mi történtek veled, vagy hogy milyen izé, és azt nem nagyon tudod befolyásolni eleve. Inkább azt, hogy látom. Igen. Nekem mondjuk, hogy a 2017 az az első, ami eszembe jut, hogy az elköltözésem az nagyon... Jaj, remélem, nekem a 2018-as évem. Igen, hogy úgy érzem, hogy ebben az évben nagyon megváltozott, hogy sminkelek. Például akkor így nagyon erősen megcsináltam mindig a szemmelőt. Most tetszett meg, nem volt rossz. De most már, hogy azt teljesen elhanyagoltam, hogy a szemmelőtöm az jól nézzen ki. Igazából ennyire sokféle sminket nem szoktál elkészíteni. De úgy tudom, hogy az elmúlt egy évben annyifélét próbáltam ki, hogy ilyen különlegesebbeket, és most ilyet terveztem, ami olyan, hogy szerintem, hogy ilyenkor sem is jutott volna. De most nagyon imádom, úgyhogy meg most nagyon imádom a pasztelszíneket, meg a rózsaszín, meg ilyenek, úgyhogy olyan, a köré fog épülni, igen. Én remélek ilyen kreatív, de viszont én meg azon gondolkodtam, hogy nekem nagyon sok minden ugyanolyan lesz, mert abban a videóban is egy csillogós ruha volt rajtam, persze, és most is egy csillogós ruha lesz rajtam, ez így véletlenül. Van egy ilyen bevált sminkrutinom. Nálam az mindenketünkre jellemző, hogy ha buli, akkor nagyon erős sminket, nagyon ilyen bevállalósat, amit nem szoktunk készíteni. Maximum kicsit kreatívabb mondjuk. Én olyankor erősebb színű rúst rakok fel, te pedig mondjuk a szemhéjadra valami olyan szintraksz. De... És milyen volt a karácsony? Arról is meséljünk kicsit. Karácsony, hú, nekem nagyon-nagyon nyugis volt konkrétan. Ki sem mozdultam otthonról. Hát ez mondjuk ez 4 napig nagyjából, tegnap este először. Yeah. De jól esett nagyon, szóval nálunk nem nincsen nagy családozásos akármi. Ilyen is volt, de inkább délgalmás, nagyon-nagyon sok kevés. És
Nem tudtam mit kérni karácsonyra, őszintén. Úgyhogy talán ez volt idén az első olyan év, hogy nem is... Tehát, hogy nyilván barátoktól, meg húzásokon kaptam, és akkor az tök jó volt, de hogy így a szüleimtől konkrétan nem volt semmi. Egyszerűen nem tudtam azt, hogy az szükségem lenne bármire. Ami jó. Szóval támogattak el a gyerekek költözésre. Igen, igen, igen. Az az egyetlen a szükségem, meg egy kis idén. Lelki béke. Ja, hogy kész karácsony. Világbékét és nyugalmat, igen. Nálunk úgy van, hogy mindig van 24-e szent este, amikor együtt vagyunk a családdal, akkor bontjuk az ajándékokat. Én kaptam egy nagyon szuper télikabátot, meg egy mosógépet, úgyhogy már eljutottunk arra a szintre, amikor... Tavaly is valami lábosodat kaptam. Igen, tavaly is kaptam ilyen fazék, meg ilyeneket, mert akkor, akkor már kezdtem beköltözni, úgyhogy így külön költözni, és most meg nincs eddig, nem volt eddig mosógépem, és mindig hazajártam a szennyessel, és most végre már én is fogok tudni mosni magamra, úgyhogy ez nagy öröm volt. Itt ugye az ember, hogy felnőtt, amikor már ilyen háztartási kütyüket kap karácsonyra, meg ilyenek. És aztán voltunk az egyik nagyszüleimnél, utána jöttek a másikék, úgyhogy nem kérdezik családias volt az utóbbi pár nap. De nem sokára lesz a spanyol anyavizsgám, és ezért nagyon rossz érzés volt bennem még, mert tanulni kellett volna. És nagyon keveset tanultam. És ezt utána, amikor így, érted, a karácsony, ami arról szólna, hogy így hát mindenről, és nem a tanulásról, és erre azon stresszelek, hogy amúgy mindjárt ott a nyelvizsgám. Ez az ilyen strobing paletta. Ami nem tudom, mit jelent strobing, de van benne két highlighter és egy pirosító. És ez Fruzsinak a második tesztetőjében volt benne, amiből küldött egy darabot, és életem legjobb highlightere. Nem volt sok highlighterem, de úgy érzem, hogy tavaly időből is nagyon dicsértem az akkori highlighteremet, mert ez annyira jó, mert az arányát szoktam használni, szerintem az nekem jobban áll. Önök esetben nem úgy. Nekem annak tűnik. Volt, hogy ezt használtam, amikor ilyen ezüst, szűnapomon, mert akkor ilyen ezüstösebb voltam. Alapján, amikor szilvesztereztünk utoljára együtt? Két éve. Amúgy tényleg? Már nagyon jó. Amikor egy elég nyomos volt, akkor voltál a Petinél? Igen. Aha, igen. Ez két éve volt. Nagyon lassú vagyok most, hogy lassú vagyok. Általában amúgy az a smink, amit most készíteni fogok, az ilyen maximum 10 perc. Tehát, hogy annyira már ilyen rutinszerű minden, csak most így, nem tudom, időnk van, beszélhetünk. Igen, igen. Meg amikor jobban odafigyelsz egy kicsit, akkor mi van? Igen, te hallottál, hogy most? Szemüveg, most ez a szemüveg megvan, akkor highlighter. Nagyon jó, mert a húgomtól kaptam egy NYX-es highlightert, és ez karácsonyra. Úgyhogy nagyon örülök neki, mert eddig nagyon-nagyon rossz highlightereim voltak igazából. Amúgy akkor beszéljünk most a videózásra, hogy az idei évet értékeljük. Amit én el tudok mondani, az az, hogy nagyon sok embert ismertünk meg, szerintem az év, ez annyi új barátunk lett, vagyis hát előtte is ismertünk pár embert, de ebben az évben, hát ti is láttátok, hogy kell közös időket csinálni, hogy így akármilyen eseményre mentünk, volt ott valaki, egyébként rá tudtunk szórakozni, és nem csak úgy, hogy beszélgetem, hogy ilyesmi, hanem tényleg én úgy érzem, hogy nagyon jóval lettünk. Nagyon, igen. Nem csak az ilyen youtubereket vagy bloggereket emelném ki, hanem azok, akikkel együtt dolgozhatunk mondjuk így az évek során, akik segítették a munkánkat, nem csak a cégeknél, hanem mondjuk így mögötte, akiket meg lehetett kérni bármikor, hogy segítsenek be. Szóval ezek mind kapcsolatok, és amúgy pont azt beszéltük ma Pannival, meg ezt másképp szoktuk beszélni, hogy ha most így hirtelen megszűnne a YouTube, vagy megszűnne a videózás, vagy bármi, és el kéne kezdenünk mondjuk bármilyen más diákmunkát elvállalni, vagy csak így minden tétesnek örülöttünk, akkor is a kapcsolatok az ember életében olyanok, hogy azok így nem vesznek el, mert ha már ismersz valakit, az ismered és ennyi. Főleg, hogyha egy jóban is vagytok, és szerencsére a legtöbb emberrel tényleg nagyon jóban lettünk, úgyhogy ezt én is idén nagyon kiemelném. Akkor így a nézőkről is pár szót ejtenék, hogy nagyon-nagyon kellemeset csalódtam ilyen téren az idejében, és szerintem ezzel te is így vagy, hogy annyira sok, hát hogy nagyon sok pozitívat kaptunk. Igazából idén alig jöttek negatív kommentek is, semmi olyan bántó dolog nem volt olyan videónk, amire nagyon sokan leszólták volna, és elgondolkoztunk volna, hogy ezt most miért történtünk fel, szóval, hogy minden olyan volt, hogy nagyon ilyen lökött minket előre folyamatosan, és nem volt egy olyan pont, amikor azt mondtuk volna, hogy fejezzük be az egészet, mert az annyira szar, vagy nem tudom, hogy... Nem, de egyébként ilyen sosem volt ennek, hogy igen. Mindenki nagyon pozitívan áll a videókhoz. A barátságunkat is egy kicsikét figyelemezve a videózás. Videózásra egybekötve idén, ez csak még jobb lett. Igen. Szóval... Amúgy ez nekem nagyon felhívó, oké, nagyon sok időt töltöttünk együtt, meg minden, de meg azt hittem, hogy már eleve is ugye legjobb barátnők vagyunk, de én nagyon azt éreztem idén, hogy sokkal... Így mélyült a barátságunk. Igen, szóval igen. És az, hogy jobban, mert ugye eddig is maximálisan jobban volt, de hogy tényleg néha már volt, hogy mit tudom én régebben csak azért
nem csak azért beszéltünk, de hogyha téma volt, akkor csak ilyen videózással kapcsolatban. Tudod, igen, igen. És most meg valahogy nem tudom, nagyon így összeszoktunk. Igen. Ahogy a decemberi időszak, azt mondtuk egy másik videóban is, de az hihetetlen valahol. Tehát amikor kb. Két naponta voltak videók, vagy három naponta biztosan, az szerintem az halál volt. Szóval az biztos, hogy milyen napi vloggerek nem tudnánk nem hasonlítani. Igen, igen. Az nagyon-nagyon para. Úgyhogy nálunk inkább a mennyiség helyett a minőség lesz az első, ami eddig is így volt, de most megbizonyosodtunk róla. Most még inkább, igen, nagyon és kell egy kicsit. Egyébként, hogyha az idejének a sikereiről beszélünk, akkor nekem egyértelműen jogosítványom. Negyedszerre lett meg a forgalmi, de arra, de esküszöm, büszkék. És most már nagyon jól megy a vezetés, most már nagyon nagy távokat. Tegnap előtt a nagyiméktől én vezettem haza, és 230 km-t vezettem le egyben, úgyhogy arra már azt mondom, hogy az egy szint. Még akkor is, igen. Bocsánat. Jövőre milyen sikereket szeretnél elérni, mondjuk mondjál hármat. Beköltözés, vagy videónás kapcsolatban? Nem, bármit. Beköltözés. Utazások, vagy ez nem tudom, hogy sikered egy ilyen cél. Tudod így. Többet foglalkoztatni rajzolásra, vagy ja. Nem tudom, a barátaimat megtartsam, vagy így ja. Megmaradjon, nem tudom, hogy nem hangozom így, de ilyen kis céljaim vannak igazából. A szakmai nyelvvizsgám spanyolban, hogyha az meg lesz, akkor így hihetetlenül boldog leszek, mert akkor az egész nyelvi dolgot az egyetemen letudtam. És orosz fogok tanulni, mint ötödik nyelv. Ötödik nyelv. Igen. Hát, hogyha megy, ebből leszámít. Szeretnék alapítani egy családot. Jövőre. Szóval a másik pedig az, hogy mivel elkezdtem szeptemberben egy fotós képzést, azt is sikeresen befejezni. Nyáron véget ér, és akkor lesz egy fotós. Hogy nevezik azt? Végzettségem igazából, nem? Igen. Szóval a végzettségem arra, hogy fotós vagyok. Ami mondjuk szerintem nem egy papír határozza meg igazából, hanem a sok gyakorlás meg minden, de olyan téren is fejlődni, az nagyon. Hogyha anyagi dolgokról beszélünk, akkor nagyon szeretnék egyszer egy kocsit venni, de ez nem ilyen milliós, akármilyen kocsi, csak egy kis használt régi kocsi, amiből A-ból B-be eljutok. És azon is tovább tudom majd gyakorolni a vezetést, úgyhogy valamilyen olcsóbb kategóriájú használt autót keresek, írjatok, szóval azt mindenképp szeretnék majd 2018-ban arra beruházni. Hogyha pedig olyan változást akarok meghatározni, ami magamhoz kapcsolódik, akkor a türelem, azt pont ma mondtam neked, hogy a családommal is, meg úgy mindenkivel az életben egy kicsit jobban türelmesnek kell lennem, úgy érzem, úgyhogy ilyen téren fejlődni. Azért jó, hogy egy év végén mindenki egy összesíti az évét, és aztán újabb fogadalmat tesz, mert egy ilyen motiváció löket, ami úgyis csak maximum január végén maradnak meg, de legalább valami így lök előre, nem? Nem, ugye. Meg az évszakok is, én azt is így tökre úgy élem meg, hogy így elkezdődik egy új évszakot. Jól érzem magam azzal, hogy kitalálok ilyen dolgokat, még akkor is. Amúgy igen, még hogy előre tudom, hogy valószínűleg én se tartom be, de én elvettem. Aha. Ez egy variálos Paradise nevű szempiraspirál. Amikor Vajdokolorálnak egy ilyen sajtó eseményén, akkor azt mondták erről a szempiraspirálról, hogy ritinus olaj van benne, mármint hogy hozzákeverve igazából az összetevő, hogy között van. És annyira... Én csak illusztrálom, mondom. Igen. Szóval nekem nagyon-nagyon bejött ez az egész ötlet, mert tényleg a ritinus olaj évek óta használom a szempiramra, úgy meg a hajamra is szoktam, szerintem ezt nem mondtam is korábbi videóban, mert tényleg nagyon-nagyon jó olaj így táplálja az emberi szerzetet. És annyira, nem tudom, okos, hogy azt rakják bele, érted, nekem így eszembe nem jutna. És aztán elkezdtem használni, hát és imádom is. Mi az? Nekem így eszembe nem jutna, hogy sokszor gondoltam, hogy ilyen. Mint hogyha én szempillaspirálban. Hát igen, mint hogyha én szempillaspirál. Tehát a lábam ennél. Nem mindegy, szóval én nagyon-nagyon szeretem tényleg. Nem. De miért? Miért? Ez bejött. Oké, ruhám. És a haj. Ami nekem ennyi. Nekem is. De amúgy kicsit sajnálom, hogy... Hát felveszem, az alapjáraton a hajával, szóval neked a fluffy miatt, nekem mondjuk így a szőke színe miatt, hogyha így meg vagy elégedve a hajad, akkor mindegy, hogy milyen, mert nem tudom, hogy ezt veled beszéltük-e, de hogy
kb. Sosem szoktam mondjuk egy ilyen reggel frizurát kitalálni, vagy egy kreatív ilyen fonatokkal, amúgy pedig tök jó lenne, mert akkor meg kevesebb sminkire mondjuk, mert akkor, hogyha már a hajad valamilyen kreatív, akkor az én fejemben az úgy van, hogy ez már egy jól néz ki. Nekem inkább a sminkében, de én is inkább, igen. Úgyhogy a hajam szeretünk nagyon is sokat szórakozni. Az ünnepekkor nekem mondjuk be volt gondolítva a vége, szerintem nagyon szép volt, szilveszter szerintem majd úgy fogom megcsinálni, de mivel most éppen így egyenes és ki van vasalva, ezért így. Szóval általában nem szoktam egy bulira mondjuk úgy hajügyileg rákészülni, hanem amilyen az előtt, azt hagyom úgy is. Igen, nekem tavaly volt a szilveszterkör is, azt nagyon sokan kérdeztétek is, hogy hogy készült ez a haj, mert nem a szilveszteri, hanem néhány videóban is úgy volt, és szerintem idén is úgy lesz, hogy megmosom, és hogy nem szárítom meg a hajamat, hanem még maga vízesen, ahogy van, befonom kettő fonatba, parkettá fonatba, és úgy van másnap sokáig, szóval ameddig csak lehet, hogyha mondjuk otthon vagyok, akkor úgy, de volt, hogy suliba mentem, mondjuk ilyen, tehát akkor az úgy nehezebben nyilván aludtam benne, akkor nem néz ki annyira jól, de lényeg az, hogy a vizes haj az úgy száradjon meg 100%-os, hogy be van fonva, kiengedem, és akkor ilyen nagyon apró hullámok vannak benne, mert van olyan, hogy megszárítom és befonom ugyanígy, de akkor sokkal kevésbé hullámos, és azt nagyon szeretem, és már nagyon régen volt én, úgyhogy most idén, holnapra is ezt a helyet akarom esetleg, de szilveszterkor is ilyen lesz, majd talán láttok róla képet, hogyha végül elkész. Szóval láthatatok mind a kettőnek az outfitjét, ez a ruha nekem a Naked oldaláról van amúgy, és szilveszterre nekem oké, és amúgy bulikra nem szoktam ennyire nagyon kiöltözni, úgyhogy így nem hordanám egy simán, tudom, még szülinapra akár, de szilveszterkor meg engedelhetünk, és nagyon tetszik amúgy. Meg azért jó, mert nem annyira nagyon feszülős, és nem rövid, úgyhogy nálam a rövidség az fontos. Mm-hmm. Ja, nekem az én pedig az orrából van, ez amit láthattátok, amit láthattatok, amifás vlogban ismerkeztettem a szülinapomra tulajdonképpen, de már ezer éve akartam magamnak egy ilyesmi ingruhát, tehát tényleg nagyon-nagyon régóta tetszenek, és sosem találtam még, és most se úgy mentem, hogy ingruhát szeretnék, csak megláttam és felpróbáltam, és ennyire jó volt. Nagyon tetszik, hogy nem fekete-fehér csíkos, hanem zöld-fehér. Tök jó, amúgy a hossza egy kicsit olyan, hogy hátul elég hosszú, de elől, tehát hogyha például táncolok és felemelem a kezem, akkor már necces, úgyhogy ezt ilyen nagyon vékony harisnával nem venném fel, hanem inkább olyan, ami azért takar, akármi is történjen, de egyébként imádom, mert ilyen laza, tudod, itt jó, az anyag is inganyag, szóval ott egy kicsit rúzsos talán, tehát nem ilyen sejemszerűség, hanem olyan, hogy igazi inganyag. Na igen, szóval azért így összefoglalva, köszönöm, hogy a társam voltál ebben az évben is. Köszönjük a népőrk. Igen. És nektek pedig köszönjük, hogy továbbra is néztek minket, hogy ilyen támogatóak vagytok, motiválóak. Igen. És találkozunk hát pár nap múlva szerintem. Igen, majd jövőre. Igen. Úgyhogy az utolsó elköszönés idénre, egyszerre. Sziasztok!